A járványügyi helyzetre való tekintettel az idei évben az önkormányzat dísztermében szűkörben tartották meg a Magyar Kultúra Napját január 22-én. Az ünnepség a himnusz közös éneklésével, majd Vizsi Lilla és Pályer Hajnalka előadásával vette kezdetét. Ezután egy perces főhajtással a 2020 novemberében elhunyt Kátai Zoltánról emlékeztek meg a résztvevők. Az eseményen beszédet dr. Árva István mondott. Kölcsei Ferenc a himnusz megírásakor 8 versszakba tudta tömöríteni a magyar nép zivataros századaiból kiemelt legjelentősebb történelmi eseményeket. Ha az azóta eltelt közel 200 év jelentős történéseit is megverselné, néhány strófát bizonyára még hozzá kellene, hogy tegyen a vershez. Sorsfordító eseményeket élt át Moson, és Magyaróvár lakossága is az első világháború és a második világháború idején is. Tragédiák sorát kellett feldolgozni családoknak, hiszen a zsidó lakosság deportálása, majd a mosoni németek kitelepítése sem került el a várost. Árva István hozzátette, a Magyar Kultúra Napja minden évben lehetőséget biztosít arra, hogy a kultúra valamennyi területének résztvevője találkozzon egymással, és munkájukat évről évre elismerjék a városi rendezvényeken. A polgármester hozzátette, a szigorítások miatt a hagyományos városi nagy rendezvényekre nem tud az önkormányzat jelentős összeget fordítani az idei évben. De a pályázatoknak köszönhetően több intézmény is fejlesztés alatt áll, ilyen a Huszárgálvárosi Könyvtár, a Csellei Ház, valamint a Port Rendezvényház. Árva István beszédében külön megköszönte a kultúra területén tevékenykedők munkáját. A Moson-Magyaróvár város kultúrájáért díjjal ezúttal Reisinger Attila munkásságát ismerték el. Az írót Tuba László miatt adta. Reisinger Attila 2007-től megjelent 17 könyve, ráadásul egy alkotói módszerében, tematikájában és stílusában sajátos egyéni munkásságot jelenít meg. Novella füzéreinek, kisregényeinek, elbeszéléseinek témái kivétel nélkül a 20. századi magyar történelem tragikus sorsfordulóihoz kötődnek. Tuba László beszédében kiemelte, Reisinger Attila, aki a Magyar Írószövetség tagja, valóságot feldolgozó munkásságát már elismerték a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetéssel is. Az író a díjat Árva István polgármestertől vehette át. Nagyon meghatódtam, mert amikor én elkezdtem a próza írói tevékenységemet a 70-es években, akkor nem gondoltam, hogy valaha is olyan szinten megyek, hogy valamilyen elismerés is lesz ebből. Aztán, ahogy teltek az évek, évtizedek, hát ugye szaporodtak az írások, akkor már kezdtem komolyabban venni, és hát most, hogy megkaptam ezt a 17 kötet után ezt az elismerést a Moson-Magyaróvár várostól, hát szinte nem találtam szavakat. A teljes Magyar Kultúra Napi ünnepséget most hétvégén, január 30-án és 31-én televíziónk adásán is megnézhetik majd.